Na sziasztok, én Super Alex 0102 vagyok, és ma Weather Adventure-ezni fogunk ismét Lenóval. Sziasztok. És ma elkezdjük a szobákat, szobarészegeket. És az, én inkább az elektromos dolgokat fogom megint csinálni. Viszont Lenót látjátok, ha valakit érdekel, ugye? Hogy na, hogy ugye ő csinálja a szob... Vonat! Na, csinálja a szobákat. Szóval igen, itt ilyen nagy folyosók lesznek, ahogy megterveltük, és középen lesz a nagy kedvelt atomreaktorunk. Szóval, igen, ez már valamennyire kész van itt, ez az ajtó, hogy összeraktuk. Jó. Na, hát akkor elsőnek mit is kéne csinálnunk? Hát először is kell egy gépszoba. Viszont egy szoba inkább, hanem csak egy hely, ahol tároljuk a szobákat, igen, a gépeket. Ahogy láttam, kiástad ezt a részeket, szóval szerintem valahol itt lesznek a gépezetek, valahol előre kell, hogy legyen, az biztos. Az egyiket, nézi, ahol szobának területen, szóval. Ja, itt kett, ja, hogy ezeket szobákat, hát nem tudom, hogy legyen. Pontosan. Lehet ez atomreaktornál lesznek a gépezetek, de nem akarom ott. Akkor itt lesznek. Egyik másik beszed bele. Egyik másikba. Na, itt lesznek, szerintem ebben a szobában ki is jelöltem, ez lesz a szobájuk. Szép, minden. Na, hogy majd meg lesz normálisan csinálva. Szóval itt a falat nem is kell megcsinálni, mert ugye a gépezetekből lesznek leginkább. Egy a baj. Ja, nem föld alatt vagyunk, jó? Mindjárt, akkor nincs baj. Szóval azt hittem, hogy nem föld alatt vagyunk. Na mindegy. Mit csináljunk legelőször? Hát először is felül ki kell ásnunk egy helyet ugye az atomreaktornak, hogy kiadja ezt a sok áramot valahova, mert mégis az ki kéne, illene. Reaktornak még mit lehet csinálni? Nézzük csak meg amúgy. Reaktor coolant port, redonet port, computer port, turbinálikon. Szóval semmit igazából már, szóval ennyi igazából. Szóval ez így elég menőn néz ki itt ezen a nagy atomreaktor. Ja. És lehet itt látni, hogy telé van mindegyik cella, ugye? Egy cellának hívják, nem tudom. Úgy erre itt van még egy bizbasz. Vagy nem, ez worm. Large worm. Na, mindig ezt kiássam ezeket a... így. Bocsánat. Szóval, itt lesznek akkor a gépezetek. Két falas, oké. Okay. Akkor tökéletes. Tökéletese. Egy. Jaj, nem, ja, jó, oké, akkor jó, akkor jól csináltad meg, Lenó. Na, na, akkor el is kezdem behozni a gépezeteket. Szóval kell elsőnek ez, aztán ez. A negyzőcepter, az is kell, hát ugye biztos, hogy kell, szóval nem biztos, nem lehet, hanem biztos. És valahogy itt van sok macska, de azt még mindig nem tudom, hogy hol, ja, itt van. Ja, leástad benne őket, szegények. Na, ezeket ki is nyírjuk, ezeket a hangyákat. Kéne ide egy csapdákat csinálni, amiben belemennek és kinyírja őket. Azt a de, ó, és igen, ilyen gyilkos vagyok. Sajnos. Na akkor, úgy terveltem, hogy lesznek, ugye ez a három gépezet, ugye ez a mechanismből van. Szóval megkérdezem gépek, mondjuk lesznek egy sorba. A tehén. Például így. Várjál. Így. Szóval itt meg maradt ez a egyetlen kis drága. Ebből lesz három ugyanúgy, mert ebből sok kell. Szóval szerintem itt lesznek ez a három. Itt lesz mondjuk a... mit tudom én, ebből a módból, a Enderájóból három gépezet. Mert ez úgyis fontos. És akkor mondjuk itt még ebből ugye három, hát, ja itt kell, ups, ezt Isten. Szóval itt lesznek ebből hát, másik oldalt, jó, aljádok, na, akkor itt lesz három még. Szóval, Ender Eye-ó, nézzük. Mi kellenek? Szóval kell lámpa. Lámpa az melyik is? Hülyén néz ki, azt tudom. Ikonja, úgymond. Viszont leteszed, ja igen, ezek hülyén néznek ki, szerintem legalábbis. Szóval powered light, inverted. Inverted az azt hiszem az, hogy amikor kapja az áramot, akkor világít. Ja, nem, ez redstone, vagy
Szóval kap rászonyát, akkor kikapcsolódik, ugye. Na mindegy, nekünk egy sima powered light kell, ugye. Ahogy látom, egy kicsit drága EMC-leg, 1600 egy lámpa, de nagyon, 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 szóval kb. Itt megnézzünk egy fákját, négyszeres helyet világít ki egy olyan lámpa, de viszont áram kell hozzá, ami az egyetlen gáz, ugye. De nem baj, igazából. Kell nekünk akkor Android-os gépek, azokat is meg elintézem minél előbb, hogy ne kelljen közbe kaptolgatni, szóval a Stirling generátor azt hiszem az még nem kell nekünk. Zombi generátor, zombi generátor, ez mi? Ja, hogy hogy Rotten Flash-en ilyesmivel tud áramot termelni. Zombi generátor, értitek? Jobb nevet nem lehetett elmondani. Alloy smelter, azt hiszem, az nincs, akkor alloy smelter, az kell. Pillanat. Oké. Akkor alloy smelter, az biztos, hogy kell. Én addig el is intézem itt. Ezeket én dobtam ki? Ja nem, jó. Na, ez mi is volt? Apple cow, hát akkor ez nem kell. Na szóval akkor kezdjünk el itt kaptolgatni. Várjál csak. Viszont az Emi Drive volt, ezt hol rakjuk? Kéne egy Emi szoba. Így. Akkor itt lesz az Emi szoba. Hol legyen? Vagyok? Oké. Kéne egy Emi szoba. És itt inkább ez kéne, hogy legyen Emi szobának, mert jobban járnánk, ha itt lenne, mint mondjuk másik oldalt. Gyere! Ez kéne, hogy Emi szoba legyen, jobban járnánk. Alvószoba az meg nem tudom, az meg lesz valahol máshol, de csináld meg. Inkább ez kéne az Emi rendszer, Emi szobának, mert jobban járnánk szó szerint igazából. Ezt meglátod, hogy miért. Hát nem most, de majd. Na szóval. Szóval kéne nekünk egy crafting table, még egy. Mert most nekünk sok kell, ugye? Nincs fám. Azt hittem be tudok valamit égetni. De mégse, ugye? Sajnos. Szóval ide lebasszuk, csak így a semmi közepére. Igen, köszönjük. Azt a cobblestone-t azt be is állítom, vagy be is tanítom, hogy be van már, akkor ezt is. Jó, akkor kell nekünk cobblestone. Cobblestone, ilyet is ritkán mondok, cobblestone kell, semmi más, semmi más, semmi más. Oké, megkaptam egy csomót. Későbbiek úgyis jó lesz, machine, igen, ja és itt jó minden szart kell kraftolni hozzá, bakker. Na ennyit utálok ebbe a machinába, na mindegy. Addig itt lepakolom a CD-ket, hogy ne nálam legyen, meg ezt is lepakolom, meg addig ezt is lepakolom, hogy ne nálam legyen, meg addig a kábelek itt is lepakolom, hogy ne nálam legyen, na meg ezt is. Jó, majd Lennon, ne üsd ki a kábeleket, azok csak dísznek ott vannak egyelőre. Hú, de furán néz ki itt már kint. Mert ugye már kezd egyre kevesebb lenni a sok minden itt kint. Nem volt már egy ideje tornádó, nem is akarom elkiabálni, szóval lekopogom. Mielőtt bármi is történne a kis drága házunkkal, nem is tudna szerintem, de nem szabad semmit elkiabálni. Jöhet egy olyan tornádó, ami szétbassza az egészet. Valahogy megoldja. Egy tornádó lenne. Ja, így tudod, így semmi nem lesz közöttünk, mint egy atom felrobbant volna. Mi kell nekem? Vas az van. Vas az tényleg sok kell. Copper kell nekem. Az itt van. Akkor jó. Industrial Craft 2 az bent van, az nem is tudtam, hogy bent van. Még ez már nagyon régi modpack, legalábbis hát két hónapos? Már két hónapja csináljuk, nem? És attól még elég kevés rész került ki. Már annyira nem játszottunk vele. Na mindegy. Szóval copperből meg vasból is csinálok egy csomót.
és akkor nem lesz balhé. Mi kell nekünk? Kell nekünk ilyen. Kell nekünk... Igen, kell nekünk ez. Hú, mit is kellett kívül rakni? Ezt elfelejtettem. Redstone-t, és az pont nincs nálam. Hú. Hú. Redstone blokk, gyere ide. Na. Ami miből csináltad a falat? Hát azt én sem tudom. Nézzek a nevét, és akkor meg tudod csinálni. Mi a csizel az nálad van? Várjál, elbasztam valamit. Mit basztam el már? Hú, nem kettő kell? Ja, négy kell, jó. Csizel? Az egyik nálam, a gyere. Ezt elérek oda. Itt van, majd eldobtam, ott lesz. Egyszer majd meglátod. Na szóval akkor le is kraftoltuk igazából ezt a dolgot. Meg is kraftoljuk ezt is. És a minden igaz, itt tudjuk egybe kraftolni az alloy smelter. És akkor ebben már tudunk alloyokat csinálni, amik majd kell, ugye. De mi kell legelsőnek most sem? Legelsőnek ezeknek áram kell. Áram nélkül nem működnek, logikus, ugye. Mert azért furcsa lenne, ha működnének áram nélkül. Le kell vallani. Szóval... Oké, mind a kettő azt hiszem kevőztomból van, ja. Mi kell nekünk is? Sterling generátor, mindig nem kell. Harmadik masina az maximum a, nem a power monitor, hanem a painting machine. Ahhoz kell egy gyémánt, meg electrical steel, ami ez ugye kell az alloy smelter, amit mondtam, ugye. Jó, hát akkor kábeleket most felpakolom. Kéne egy... hogy hívják azt a... Amit eszembe, azt hiszem, itt van, ja. A Yeta wrench kell nekünk. Ugye? Elég hülye neve van, de hát na. Így született szegény. Nem kell elítélni. Oké, és akkor itt meg mindig ez vas kell, hogy vas kell. Nem. Ez csak wrench. Electrical steel kell, bakker. Nagyon nem jó. Ahhoz meg... Akkor egyenlő lesz simánk. Ez viszont még nem annyira jó, de ez is jó lesz most egyenlőre. Na mindegy. Oké. Hát akkor... Az áramot... Enderályos kábelekkel akarom ugye vezetni. Na ez csak az egy a gond. Ezt ismét áram kell. Szóval azt fogjuk csinálni egyenlőre. Amit gondoltam, hogy a legjobb megoldás lenne. Hogy elhozzuk mind a kettő masinát. Ha minden igaz, elhoztam mind a kettőt. Nem, csak az egyiket. Jó, hogy észrevettem. A király. Bakke. Na. Akkor eszek gyorsan steaket. Jó, így. És akkor ide, ahol termeli az áramot, ugye kívülre viszont... Ó, remélem most nem fog elbaszodni, attól függ, hogy deaktiválom. Ajjaj. Ajjaj. Nem parázok, hogy el fog baszodni. Ez a reaktor készünk. Meg kell találni a közepét. Azt mondom. Ja, itt a közepe. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 blokkos, akkor valahogy a izék közé kéne. Ez a közepe egyáltalán felást, ahogy feljöttem? Nem. Akkor közepén kéne. Oké. Okay. Most így már látom, hogy hova tudom rakni, jó. Na, hát akkor úgy lesz, hogy... Ja igen, ez a közepe, úgymond. Szóval akkor itt lesz, szerintem. Az a legjobb megoldás. Jó, leszálljuk a blokkot, és akkor ide. Gyorsan. Így. És innen ki tudjuk már vezetni az áramot. És ebből ki tudjuk hozni. És ha minden igaz... Megmaradt az összes áram, ez az. Szóval, ezeket csak ide lerakjuk. És teli lett árammal, ugye, ahogy kellett is, hogy legyen. Max 20 RF per tick.
Gyere fel, masinákat csinálok. Mert itt, az, itt, jó, itt az egyetlen hely, ahol most jelenleg az házban, ahol van áram. És megint vonat jön. Itt kb. 5 percenként jön egy vonat, de így komolyan. Na ide, ez már mindjárt tele van, Alois Mentor. Akkor kezdjük el craftolni a kábeleket a simán. Vagy mit akartam pontosan most? Pontosabban a kábeleket akartam legelsőnek. Szóval nekünk, mert mi prók vagyunk, nekünk ez kell, nekünk az Ender Energy kandalit kell, ugye? Ez kell a kandalit, izé, binder, azt meg ez, minden szarság kell igazából hozzá. Ugye kell ez a vibrat alloy, aztán energetic alloy, abból meg ezt így kellett, ugye így kell lekaptolni. De ja, amúgy ez a Ender Energy, és utána egyet megcsináltunk, akkor már be tudjuk tanítani. És nem kell parázni. Ugye, mert egy darab az 1000, viszont a 8 darab az 10 000, ugye, ez miatt, mert ez drága, ugye azért. Szóval, kellünk Ender Pearl. Tanítsuk most azonnal be az Ender Pearl-t, mert a Ender Eye-ba kell nagyon sok Ender Pearl. Ugye, lehet a nevén is hallani, mert Enderről van elnevezve, ugye. Nem tudom miért pontosan, de, ja. Nincs Ender Pearl-ünk, azt szopac. Nézd már meg, Leno. Vagy de van. Van, jogi. Oké, akkor egy megvan. És akkor kérem ez a vibrat alloy, ahhoz még nem tudom mi kell. Azt hiszem kell gold. Tin az nem tudom, hogy kell, de azt is azért betanítjuk. Jó, ezt beégetjük, meg ez már alapból be van. Jó, oké. Goldot akkor készítek párat. Ők egy 16, 16 az jó lesz. igen. És akkor mi kéne nekünk? Ugye kéne ez a vibrat alloy. Ez hogy kell? Glowstone-nal, de fakka. Ugye hoztunk glowstone-t a netherből. Volt annyi eszünk. Hoztunk, persze. Nem tudom, hogy hol van. Nem ezekben a chestekben. Ott volt. Meg amúgy nagyon sok izé stone pickaxe-ünk van meg ilyesen. Azokat be lehet majd égetni. Na vissza is jöttünk. Volt egy vágás. Az idő alatt lekraftoltam ezeket. Látjátok, nem addoltuk miért, pár ki azt hinné. Szóval, lekraftoltam ezeket addig. Mennyi van innen? Miért van teli hangyákkal a ház? Mondd már meg nekem. Amúgy. Nem tudod? Nem. Akkor jó. Tényleg rengeteg hangja van. Kell gravel. Van neked gravel? Hát gondolom, ha már ilyen izé kiástod, csak van. Akkor adjál, Lici, meg homok is kell. Itt van a láda, ezeket bepakolom addig. És még fa dolgaink is vannak, azt a... Én is tudom, mikor használtak. Ez is kb. Olyan dolg, izé gyerekek, ez a mi nálunk van, ez kb. Ugyanolyan, mint a fa. Ugyanúgy néz ki. Így ja. Majdnem. Talismannak van ilyen szíve. Gravel kell nekünk, meg mi kellett még nekünk? Kell még nekünk clay. Háj, bakke. Akkor menjünk clay. Clayért. Spányászni. Már az biztos nincsen nekünk. Nem olyan fogadni, de az nem ja, baj. Jaj, tőlet nem szöttünk. Valahol itt a szénén csak lenne. Csak kéne, hogy legyen. Szélén, valahol. Mami, hoztál valahol clayt? Nem hozott sehol. De miért nem? Ott van, ha jól lát. Nem, ez salt block. Hú. Szerintem tengerbe lesz? Szerintem nem lesz. Mi? De van. Szerintem lesz. Itt van. Itt a szélén, itt láttam. Elég mondjuk egy darab, de na. Így sokat EMC-zünk, elhozom az összeset. Mi a fakkom? Delfin! Agyonverlek! Jó, nem vettem agyon. Jó, itt ki van fákja, ez itt jártunk? Na mindegy. Ez mi? Ja, tudom mi van ilyen sokan? Itt van egy csomó ant nest. Itt van kettő egyből. Tudod, miből kijönnek, tudod az a lyuk. Hangyabolja. Akkor hangyabolja az.
Csak a látom robbangattál, még a Lightning izé van, de gondolom. Valószínűleg most is megvan. Uff. Hát tudom, hogy reaktorhoz ne nyúj. Gravelt, ezt miért hagytam itt? Ja, nem, ezt dobtad ki. Megint vasút, hát ezt nem hiszem. Egyfolytában jönnek itt ezek a hülye vasútak. De mindig. Nem lehet nyugodt helyen lakni. Úgy mennyit tanítok én most be. Na. Ezt is betanítom. Ezt is, mindent. Na szóval, akkor. Akkor mi kell még nekünk? Mi kell hetőnek? Miki miért is jött? Ja jó, oké, megvan, jó. Párszor elfelejtem, hogy mit akarok csinálni. Nem tudom, ne, ja, homok. Ezt így beégetem. Oké, nem homok. Homok! Itt van. Szent 10 darab. 10 kibekult homok. Jó. Ezt egyen eldobom, és akkor lecraftolom, és akkor már nem kell balhézni. Oké, lecraftoltam, hehely. És akkor ki kell sütni? Ez nehéz lesz. Ez nehéz lesz. Vagy nem? Nem, nem lesz nehéz, mert... Szagmivel azt hiszem lehet sütni, nem? Vagy ebbe is lehet azt hiszem sütni. Ha minden igaz. Ez azért jó, hogy voltam, hármasával is lehet sütni. Ezt nem vagyok ebbe biztos. Ezt nem akarom elkiabálni. Én nem, alapból, aha, oké, jó, értem. Jó, alapból hármat vesz be. Szóval igazán rakhatjuk egy helybe, mert csak hármat tud úgymond egyszer sütni. Ha minden igaz. Ja, csak hármat tud, akkor jó az. Na, ezt is betanítom, ha betudom. Betudom, egy EMC, kemény. Na hát, akkor jó. És akkor lekaptok egy olyan kábelt most már tényleg, amit akartam. Így. És így, gyerekek, megvan az első kábelünk, ami Ender-IO-s. És a legerősebb kábel. Szóval igen. Na, elmondom neked a tervet, Lenu. Felül fogjuk a kis kábelket vezetni, ami a lámpákat égeti, úgymond. Alul meg a nagy kábeleket, ami meg a masinákat, vagy egyéb dolgokat. És akkor így lesz megoldva. Szóval, padlózatot azt megcsináltad, azt megcsináltad. Ja, izét is megcsináltad, ahogy látom. Itt még nem, de majd csomó helyen megcsináltad. Szobákat meg majd akkor kiássuk akkor, amikor kell. De egyenlős sehol nem kell még. De nem is, ja. Itt az ágyak itt el vannak, itt feszítenek előtt. Meg amúgy szerintem nem is kell aludni, most minek aludni. Nem tudom, miért nézek mindig ebbe a terminálba bele, mintha lenne bármi is. Na hát akkor ezt beégetem, ezt felveszem. Megnézem, hogy már kiégett az összeset. Még nem is tudom, miért égetem ki az összeset. Mikor csak beégetem. Jó, mindegy, ne csinálj semmit. Így, EMC, oké, okay, jó. Na. Hát tudom, el vagy. Biztos. Majd nézzek, így visszanézed, és így, hogy adja neki. Hát Istenem. Na hát igen, még addig nézzük. Nem tudom, még az a baj, hogy még painter machinehoz mi kell? Akkor painting machinehoz, nem painter. Itt van. Kell ez. Ú, azt még nem izé ilyen systembe bakker. Na mindegy. Nether quartz. Na mondd, hogy hoztunk. Van, van, azt tudja, hogy van. Mit csinálhatok, ha nincs? Teljesen biztos, hogy mindenki van. Vettem is le Nether Quartzot. Jó, mert ahogy láttam, nincs. Felvételek elején, amúgy. Még mindig nincs. Lesz. Legfelül lesz, az úgy jó, mert most nem fog azért átváltozni. Na, legfelül lesz szerintem. Na jó, hát akkor... Akkor azt fogjuk csinálni, gyerekek, ezt, megint vonat. De ezt már megszoktuk, ugye? Már legalábbis kezdem.
Ó, itt láttam azt. Oké, ezt eldobjuk. Ó, itt van, itt van. Szerencséd van, Leno. Örülj magadnak, én a helyedbe örülnék. Na, ozmium. Jó, ennyi elég. Akkor ezeket mind betanítom. Azt ja. Ozmium, szilikon, nether quartz, és ezt a basic kapacitátort is betanítottuk. Már csak a machine frame-et kéne, azt a machine, nem, machine, nem tudom, hogy kell kiejteni. Az még, na jó, azt mondja, hogy minden igaz, igen, oké, akkor ezt is elmentjük. És akkor electrical steelhez meg mi kell? Pulverized coal, az a coal dust. Azt meg is tudjuk csinálni szerintem egyből. Azt is kell, azt hiszem, vagy ebbe, vagy ebbe kell, ebbe kell. Attól függ, hogy hogyan akarom megcsinálni, szóval kéne sima coal. Na megvannak a falak. Akkor jó. Szenünk az nincs, mi? Betanítottad? Ja, de ott van a szén. Van szenem amúgy, de betanítottam. Ja, jó. Ja, hát ásás után... az vicces lenne, ha nem lenne. Na is, gyerekek! Azon kell most reménykednünk, hogy ezt így tudja sütni ennyi áram alatt. Meg lesz, meg lesz, meg lesz, nem kell félni. Úgy, ja, hát remélem, hogy meg lesz, ja, meg lesz. Oké. Okay. Én nem, megint tízétele van az inventorim. Megint egy hangya a házba, fú, hallod, ezek felbasznak. Mindent betanítok, ami minden, mindent, mindent. Vagy azért ezt a modot csak azért raktuk be, ezt az EMC-set, hogy azért mégis gyorsabb legyen a sorozat, szóval azért, hogy mindig le kell kaptolni minden. Szóval igen, igazából. Alapban nem szoktam annyira használni a modot. Mert csak gyorsít a sorozaton, ugye, hogy ne kelljen, ne ilyen, nem tudom, 100 részes legyen meg is, mert nem mondjuk 30 vagy 40. Mert sokat segít amúgy ez a mod. Azt hiszem ezt kellett lekaptolnunk. Ja. De jó. Amúgy menni az animációja, hallod, Leno, ennek nézd? Már mindjárt, hát, gyere gyorsan. Gyere, te hova néz? Vagy ott fönt vagy. 71, gyorsan, nézd mi a menő. És kész is van, azt a nézd vele. Electrical steel. Lapom. Na. Ezt is beégetjük. A sódert is beégetjük, mert nem kell. Azt hiszem ennyi. Ja. Jó, hát akkor szerintem ennyi lett volna ez a rész igazából, megcsináltuk a kábelekhez a dolgokat. Mondjuk lekaptam még ezt a painting machine-t, mielőtt véget ér. Kell az egy gyémánt igazából, ami nagy érték, azt ennyi, semmi más nem kell hozzá. De nekünk még a gyémánt se nagy érték már igazából. Igaz, Leno? Az a fa után. Jaj. Az a fa után ott már azóta már egy csomó minden értéktelen lett nekünk. Itt is van painting machine, ezt be is tanítom, ha kéne majd több, mert lehet kell több a későbbiekben, ki tudja. Szóval, igazából ezt még lerakjuk oda, ide, vagy oda. Bekötöm. Így, oké, és akkor most már van egy painting machine-unk is. Aki nem tudná, hogy ez mire jó, arra lesz majd jó, hogy például craftolunk egy fabrikot, azt hiszem az a neve fabrik, nem, hanem mi a neve, nem tudom, már Ender Eye-ból van, azt tudom. Fákéd, ja jó, oké, akkor ez nem fabrik, na mindegy. És egy ilyet, igazából egy ilyet kell lekapni, ez nem is kell nekünk, hanem ez kell. Szóval nem is annyira drága igazából, annyit kell csinálnunk, hogy egy ilyet megcsinálunk. Mondjuk lehet, hogy drága lesz egy kicsit, na mindegy. Amint ezt megcsináltuk, egybe reménykedek, hogy ezeket, amiket átraktunk, blokkok,
Ezeket meg lehetett csinálni úgy, ahogy akarjuk. Mert ha nem, akkor... Akkor csak lentről tudunk vezetni. Az meg nem jó. Szóval remélhetőleg lehet. És lehet. És lehet, Lenú. Örüljünk. Király. Már örülök. Azaz. Szóval csináltam kettőt igazából, mindegy, elhasználom most az összeset, most legalább lesz majd a későbbiekben. És akkor ez nézd, Leno, ez olyan ez a dolog. Ez igazából egy... Itt vagy, hogy itt vagyok. Ez ilyen kamu blokk. Igazából, mert ez, látod, hogy így ki tudom a kézzel ütni. Ez olyan, hogy így bele lehet rakni kábeleket, és akkor így ki is tudjuk hozni a kábeleket. Ugye, de nem látjuk, ha benne van a blokkba, tudod? Ez nagyon... És ha kábelt beveszel nézni a kezedbe egy darabot, ott van, akkor látod, hogy hol vannak a kábelek. Szóval ez majd a későbbiekben ez jó lesz, ugye? Ezt nem tudom, hogy mikor fogjuk használni, szerintem a következő egész alapján már lehet, hogy igen. Na mindegy, ennyi lett volna ez a rész, igazából itt volt velem Mr. Leno. Sziasztok. És ott találkozunk a következő részben, ahol már... Tényleg elkezdünk mindent. Na, sziasztok!